És hát itt van velem Dolhai Attila színművész, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a lehetőséget, szervusztok, dicsérdessék, jó reggelt. Te egy nagyon fontos ügy mellé álltál, mégpedig jótékonysági koncertet szerveztek Zsombiért. Igen, van egy 13 éves kisfiú, Zsombor, egy egri kisfiú, aki agydagadtal küzd ides tovább 5 éve. És gyakorlatilag a szülei végigjárták, hát szüleivel együtt ő is végigjárta ezt az utat, amit az elmúlt 5 év tartalmazott neki, és Magyarországon mindenféle orvosi segítséget kaptak, és aztán úgy tűnt, hogy Zsombor jobban van, aztán egy kicsit rosszabbul lett, és aztán azt mondták itthon, hogy sajnos nem tudnak neki tovább segíteni. Ellenben találtak egy kölni orvost, aki egy hőterápiás immunerősítő kezeléssel gyógyíthatná Zsombornak a betegségét. És hát elindult egy civil szerveződés, én ebben csak egy csepp a tengerbe vagyok, és nem az én érdemem ez, hogy tulajdonképpen a Zsombornak egy egész nagy segítséget össze tudtak szedni a többiek. Én csak becsatlakoztam ebbe a civil szerveződésbe, és tulajdonképpen decemberben, karácsony napján érkezett hozzám egy e-mail. Én Zsomborral találkoztam benne a színházba, eljött a... Mert ugye azt tudjuk, hogy a kedvenc színésze vagy? Képzeld el, igen, de én ezt nem tudtam, én találkoztam vele, mint bárki mással a színházban az István király bemutatója után, és csináltunk egy közös képet, és pár szót váltottunk, aztán ő jobbra, én balra, és aztán egyszer csak érkezett egy e-mail, valamikor karácsony környékén, hogy hát Zsombinak nagy szüksége volna segítségre, és hát elkezdődött egy tulajdonképpen egy verseny az idővel, mert különben, ahol gyógyítani tudják, ugye, hát oda ki kell menni. Hát ugye, ilyeneket mikor hallunk, tehát két dolog fut az ember agyán át, hogy hát persze, hogy a világ globalizálódik, és hát vannak kiemelkedő klinikák, nagyszerű, hogy sajnos Magyarországon ezeket nem tudjuk megoldani, de közben viszont az is átmegy az ember agyán, hogy mennyire jó, hogy a társadalom össze tud fogni, össze tud zárni egy-egy ilyen nehéz esetben. Igen, ezt tapasztaltam én is, hogy ahogy elkezdődött, ugye rögtön hívogattam az embereket, hogy hova lehet szervezni olyan koncertet, amivel majd segíthetjük a Zsombornak a gyógyulását, legalábbis ami a anyagi részét érinti. És ahogy kiküldtem azokhoz a műfázakhoz, akiket én ismertem itt Budapesten, és volt már kapcsolatunk, kiküldtem ezt a körémért, hogy van egy ilyen kezdeményezés, kiállna elé, és egy pár napon belül azonnal reagált is a Marci Bányi Szabadtéri Központ, hogy ők szívesen befogadják ezt a programot, és hogy februárban találtunk is egy hatodikai dátumot, ahol tulajdonképpen ez megvalósulhat, és hát akiket, kollégákat fölhívtam, hogy csináljunk egy ilyen koncertet, hiszen már az elmúlt időszakban az Operett Színház ugye egyik kedvenc helye a Zsombornak, és sokat láttuk őt az előadásokon, és így aztán az Operett Színház a szilveszteri gálákon, az újévi gálákon mindenütt gyűjtést szerveztünk. Lehet tudni, tehát végig is gondolom, hogy lehet tudni, hogy mekkora összegre van igen, szükség. Igen, tehát, igen, hogy... egy 30 millió forintos összeg fedezni a Zsombornak a kinti kezelését. Nyilvánvalóan ez nem egy egyszeri kezelés, tehát egy két hónapos kintlétet igényelne Zsombornak. Jelen pillanatban egyébként itthon van Zsombor, voltak kint Kölnbe, de haza kellett jönniük, mert meg kellene egy kicsit erősödnie. Mi most ezért vagyunk, ezért szurkolunk, hogy két hét múlva kimehessen Zsombor, és részt vehessen az első gyógykezelésén. Nyilvánvalóan ez egy több alkalmas gyógykezelési folyamat, tehát ez egy elhúzódható dolog, és hát azt üzenjük így Zsombornak innen a tévéből is, hogy szólítunk érte, és gondolunk rá sokat, beszélünk róla sokat, és igyekszünk minél többet az ő segítségért tenni, és visszatérve egy pillanatra csak, hogy nem vagyok egyedül ebben a történetben, én csak egy ilyen, most egy szóvivő vagyok, de gyakorlatilag az Operett Színházban, akiket fölhívtam, és akik nem dolgoznak február 6-án az Operett Színházban, nem próbálnak, nem csinálnak előadást. Akkor állnak kötélnek. És ők egy szóra azt mondták, a Fisu Mónika, Bordás Barbara, a Szendi Szilvi, Peller Károly, Nádasi Veronika, Vágó Zsuzsi, Mészáros Árpád Zsolt, hogy jönnek és csinálják, és egy élő zenekar áll emögött az egész mögött, és fogják szórakoztatni a nagy érdemű. Úgyhogy egy nagyon érdekes és egy nagyon nívós koncert készül, operett műfaját és a musical műfaját is hallhatja a közönség.
Úgyhogy mindazok, akik eljönnek, nem csak egy koncertet kapnak, hanem tulajdonképpen részese lehetnek annak a csodának, annak az összefogásnak, hogy az emberek összefogtak Zsomborért, és Zsombornak segíteni szeretnének. Ha mondjuk az ő helyzetét nézzük, akkor végülis ez megoldja neki a gyógyulását? Vagy... Ezt ugye az Isten útjai kifürkészhetetlenek, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, tehát ő azért nem tudjuk, hogy mi vár rá, meg mi vár ránk. Nem lehet azt feltételezni, hogy nincs semmire se garancia, tehát hogy ők kiutaztak most különben, megvizsgálta a doktor úr kint, azt mondták, hogy rendben lesz. Aztán elkövetkezett egy következő pár nap, amikor sajnos nem tudták elindítani a kezelést. Most azt javasolták, hogy erősödjön meg, jöjjön haza lelkiekben, és fizikálisan is próbáljon megerősödni, legyen olyan, tegyék úgy rendbe a vérképét, hogy valóban elkezdődhessen ez a folyamat, ez a kezelés. És nyilvánvalóan ez egy reményt ad, hogy van egy ilyen eszköz, van egy ilyen módszer, amivel az ő gyógyulásának az útján indulhat. Mi ebben remélünk, ebben hiszünk. Azt reméljük, közben viszont ez a 30 millió forint, ez nem egy olyan összeg, ami... Nem egy ördöglakat, de az lehetne. Viszont minden esetre... Mondjuk, ha a családnak ki kell fizetni, akkor az. Igen. De hogyha mondjuk mi odaállunk mögéje, és mondjuk ezt a jegyekről lehet tudni? Körülbelül lehet. Akkor a támogató jegyek összege? Támogató jegyek 5 és 8 ezer forint, de fogunk csinálni még egy kedvezményesebb támogató jegyet is, hogyha valaki szeretné, de nem teheti meg ezt a nagyobb összeget, akkor egy kedvező áron is hozzájuthat majd a jegyhez. És ezt is el kell mondjam, hogy az egész, tehát a zenekar részéről is egy felajánlás, ez a Sturzmoll Band fog zenélni mögöttünk. Tehát mindenki úgy tette oda magát, hogy tulajdonképpen az egész bevétel 100%-át felajánlhatjuk. Azt is hozzá kell tennem, hogy tényleg ez már csak tehát miközben ezt elkezdtük szervezni, akkor körülbelül, nem tudok pontos számokat mondani, de ilyen 11-néhány millió forint gyűlt hirtelen össze a karácsony idejében. Nyilván az emberek sokkal adakozóbbak. Aztán, ahogy feltek a múltak az idők, a Zsombor iskolájában is szerveztek egy gyűjtést. Sok-sok csoportosulás elkezdte ezt szervezni, és sok-sok apró segítségből állt össze az, hogy tulajdonképpen már nem hiányzik olyan nagyon sok. Tehát egy héttel ezelőtt talán 25 millió forintnál tartott ez a gyűjtés. Tehát akkor végül is... Tehát ez meg tud valósulni. Tehát itt most már azt hiszem, inkább azért is jöttem ide hozzátok, hogy elmondjam, hogy jó, oké. De ez lehet, jó hírek, nem? Lehet, tehát, hogy ha összefogunk, és kicsit figyelünk a másikra, tehát hogy ez a fajta, de hogy már sokat mondjuk azt, hogy hát gond van itt Magyarországon, meg stb. De azt látom, amikor tényleg az embereknek segítségre van szükség, akkor a magyarok megmozdulnak, a magyarok igenis segítőkészek. Én azt hiszem, hogy az emberekben van egy alapvető jóság. És ezek a pillanatok ezt megerősítik az emberben, hogy igen, képesek vagyunk összefogni, képesek vagyunk önzetlenül felajánlani a munkánkat, a segítségünket, az imáinkat. Azért is akartam csak az előbbi mondatomat még befejezni, hogy tulajdonképpen az anyagi része rendben van. Most azt kellene, és azért is vagyok itt, hogy a katolikus térben, hogy imádkozzunk is a Zsomborért. Mert az egy dolog, hogy anyagiakban segítünk, és aki nem tud eljönni, segítsen imával. Imádkozzon érte, hogy mindaz, amiért ő erre a világra jöttöz beteljesedhessen. De jó, és hát igen, tehát azt mi is látjuk és tapasztaljuk, hogy ima nélkül aztán lehet küzdeni, de nem biztos, hogy mindenképpen hasznos. Tehát az ima nélkül az kicsit lehet, hogy nehezebben megy, és tényleg azt látok, amikor akár a Siamikrek kérdése is volt, hogy óriási imaláncok tudtak megmozdulni, és az ott dolgozó orvostím is sokszor arról számolt be, hogy reménytelen pillanatokban, tehát azt érezték, hogy voltak, amikor tényleg az ima volt az, ami őket átmozdította a holtponton. A remény ilyen szempontból fontos, főleg akkor, hogyha az ember azt érzi, hogy nincs magára hagyva, és hogy mondjuk egy ilyen, lehet azt mondani, hogy kamasz fiú esetében is, ez szerintem... Ez nagyon fontos. Az a legtöbb, amit mondjuk akár te is tudsz. Én remélem, neki. Hogy most látja, vagy nem tudom, hogy látja, vagy valaki elküldi neki, hogy itt róla beszélünk. Szerintem ez is megerősítheti őt, hogy nyilvánvalóan vannak sorstársai a Zsombornak, akik hasonló helyzetben vannak, és vannak, akiknek hirtelen meg tudják oldani a segítséget, valakinek nem. Azt gondolom, hogy ez egy mindenképpen egy olyan emberi gesztus, tehát mindazok, akik valamilyen úton módon mindannyian érintettek vagyunk ebben a kérdésben. És persze van, ahol tudunk segíteni, valahol nem tudunk segíteni, most tudunk, még tudunk segíteni, és segítsünk.
De jó, és jó, hogy vagytok ti, akik azért ott vagytok a közéletben, tehát ismert személyiségek vagytok, és hogy nem hagyjátok akkor így magára egy-egy ilyen szituációval. Mi megtesszük, amik tőlünk telik, és aztán utána bízzuk a sorsra ezt a dolgot, hogy mindenek feletti jóság majd megoldja azt a kérdést. Amúgy kedves fiú, tehát amit találkoztál? Igen, nagyon szerény volt, és egy kicsit talán zavarba is volt, amikor találkoztunk, és tulajdonképpen én akkor nem is fogtam föl, hogy, mert mondták, hogy hát neki vannak egészségügyi problémái, de nem fogtam föl, hogy miről van szó, csak most, ahogy ez az e-mail megérkezett, és valahogy az apukai szív is úgy megdobbant, és utána olvastam, hogy tulajdonképpen ő hol tart ebben a csatában, ezzel a betegséggel. Ugye összeszorult a szél, és azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy mennyit tudunk eleget segíteni. Tehát mi az, ami elegendő ahhoz, hogy megnyugodjon a lelkem. És amikor kitaláltuk azt, hogy akkor csináljuk ezt a koncertet, és így a kollégáim egy fél mondatra, tehát csak el kellett kezdenem a mondatot, hogy figyelj, tudod, Zsomborért gyűjtöttünk a új évi gálán, meg szeretnék egy koncertet csinálni. Jössz? Igen, nem kell befejezni, ott leszek. Mikor kell? Oké, ráérek, jövök. És egyenként így egy másodperc alatt mondták, így még be se fejeztem a mondatot. És ez olyan erőt ad az embernek, hogy olyan hitet, a hitét úgy megerősíti, hogy igenis vannak célok, amiért érdemes összefogni. De jó. Tehát akkor február 6-án a Marciványi téri művelődési házban sok szeretettel várunk mindenkit egy fantasztikus koncertre. Támogatói jegyek és kedvezményes támogatói jegyek kaphatók a Marciványi térnél és a jegy.hu-n, és hát mi az egész bevétel 100%-a Zsombor gyógyulására lesz felajánlva. Úgyhogy mindenkinek számítunk a segítségére, mindenkit várunk, aki szívesen jön egy jó koncert, egy jó esti program kedvéért a Marciványi térre, és természetesen, aki nem tud eljönni valamilyen oknál fogva, ő pedig imádkozzon Zsomborért, egy rózsafűzért, vagy bármi mást, ami éppen eszébe jut. Hát Dolhai Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm egy szépen. Ilyen jó ügy mellé álltál. Nagyon megrendítő, de szerintem... Hajrá, Zsombor! Hajrá!